Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na sziasztok gyerekek! Forza Horizon 3! Szervusz, Patrick! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk a Forzába. Úr és végre Isten. Ketten. Úristen, sikerült! Így van, Brazil végre valahára! Brazil úr! Ja, unfüd! Egy, úgyhogy be lehet minket jelölni, és nem fogunk jelölni senkit. Ja! Igazából co-op campaign nyomunk gyerekek, semmiféle tematika nincsen, én azért kicsikét előre így berok már, mint a Patrick, nyilvánvalóan nekem régebb óta van meg a játék. Úgyhogy hát nagyon sok cucc van itt a térképen. Random kiválasztunk egy-két versenyt is fogunk menni versenyeket, szerintem ez lesz. Itt van egy sprint bátya. Nézzük meg. Jó. Ugye, úgyhogy let's go. Hát Patrick egy kicsikét talán elmarad az autó követelményeinktől, de nem probléma. Nem lesz az baj. Na most versenyzés nálam nagyon rég volt, én most a barn findok voltak. És nem vagyok a legjobb versenyző a játékban, én rájöttem amúgy. Tehát, hogy most attól, hogy előrébb sem járok, attól, hogy előrébb járok, az nem jelent semmit, tehát, hogy meglátjátok, na, úgyhogy... Én hova megyek amúgy? Azt én nem tudom bárki, tehát, hogy csak követni kellett volna engem. Igen, én valahogy máshova mentem. Minden esetre elindítom, jó? Ez egy exhibition, nekem nincs is meg. Milyen autóosztály legyen? S, az a, ugyanaz, ami volt. Jó, S1, akkor S1. Meg, hát nem neki mentem a... Fának. Na. Aztán S1-et megyünk ugye, mivel így nagyjából... Jó, nekem van egy tök jó kis Alfa Romeo-n bátyja. Én szerintem bevetem ellened. Csak, hogy én szerintem jó. Kipróbálom a BMW-t itt, hogy az mit tud. Na, jól van. Mert ez a Lambo, ez jó. De lehet inkább a BMW-t kéne. Nem, az a Lambo-val az a baj, hogy nagyon lomha. Lomhán kanyarodik. Ja. Az nehezen irányítható. Hát, de mondjuk a BMW az meg hátsó kerék meghajtású. Igen, az meg jobban irányítható lesz. Hát, illetve hát fene tudja, tehát nekem alól mindig kicsúszik. Igen, igen, nekem is. Főleg az ilyen szuperket, az S2-es hátsó kerekeseket, azokat nem tudom megfogni egyszerűen. Azok már olyanok, bazd meg, hogy így, úristen. Tehát, hogy által, hogyha én tuningolok, az az első dolog, hogy átrakom négy kerékre mindegyiket. Én nem szórakozok ilyenekkel. Én nem. Igaz, hogy akkor vesztek egyébként a manőverezhetőségben, mert ha négy kerekes, akkor alig fordul. Amúgy sem manőverezel, bátya. Jogos. Nagy elünk, baby. Na. Jungle Speedway, nyilván esik az eső, csak hogy lássatok, hogy milyen noobok vagyunk, és micsoda Xbox. És lássátok nyugodtan az Elgatónak a minőségét. Így van. Na most, hát azt nézem, hogy ez jó kis mezőny ez, na gyerünk, baby. Lesznek bajok. Előre indul, Patrick, megelőzöm ez a tragacsa. Hallod, úgy kipörgött az összes kerék, mint az állat. Igen? Jaj, én meg itt elbaszom! Áááá, Patrick! Az igen, öcsém, nem vagy te sem százas. Na most gyerekek, ugye sprint race, ugye aki nem tudná esetleg annak elmondjuk, hogy ez azt jelenti, hogy nem körverseny, tehát egy darab kör van lényegében. Jaj, Patrick! Hát kivisztek engem, nem tudok neked... Jézusom, hadd, mit csinál, Azt hittem téged löklek ki, de közben rájöttem, hogy más lökök. Jaj, az anyád, csáját! Micsoda Audi-s, BMW-s, izé párbaj volt az ott. Nagyon lökött, de az R8-ával? Az anya picsáját. Persze, azt se lehet irányítani, ne aggódjál, tehát, hogy így... Ez se lehet, ne aggódj, úgy szokt végig a... Tényleg? Persze. Hát én most izgulok, én most tényleg 8. helyen tanyázok. Az a helyzet, Patrik, egyébként, hogy itt, amikor versenyzünk, akkor mi egy csapatban vagyunk. Tehát összeadódnak a pontok, látod? Ott írja is jobban, hogy kékek vagyunk, a többiek meg pirosak. Ja igen, ez de jó. És hogyha első pár helyen tudunk lenni, nem tudom, hogy van pontosan a pontozás, kicsit bonyolult. Azt hiszem, előzésenként 100 pont vagy valami ilyesmi, tehát hogy hiába vannak ők többen, hogyha mi egész jó helyen tudunk végezni, akkor nyerünk. Ez a lényeg itt. Ja, úgyhogy én meg most nagyon, most meglepően jól megy ez a verseny. Most itt tök jól betűnök. Én itt vagyok a 10. helyen, Isti. Jó, az jó, basszus! Az figyelj. Basszus! Mi ez, van egy átfolyás az úton. Valaki megvárt, vagy nem tudom. Jesus, bro. Így, bazd meg, hát akrát végedek, az így is neki meg majdnem a falnak. Jó. 5. hely. Úristen, már 70%-nál vagyunk, Patrik. Hát jó. Ez nem életünk versenye, úgy neki csattantam itt a falnak. Hát nekem sem, baszkét, képzeld. Na jó, ezt a BMW-t, ezt hanyagolom. Ííí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 í mekkora velőzés, olyan kigyorsulásom vagyok, Patrik, hogy beszarsz. Gyerünk, baby, második, jó, harmadik hely. Harmadik hely, második hely is meg lesz, figyelj, az első helyen vagyok. Patrik, a végén még betonom hozzá az elsőt, megőrülök. Én is. Figyelj, én a 11-en, tehát attól nem kell félni, hogy... Micsoda kigyorsítás is!
Gyerünk, Bibi, gyerünk! Egy Lambóval küzdök, Patrik! Egy Lambóval küzdök, Patrik! Meg van az egyre! Jézus Isten, gyerekek, a utolsó célegyenesbe! Hú! Te, én össze-vissza pörgök, nem jó ez a BMW. Hú! Ez most jól jött ki, bátya. Na most azt ügyes kell... vagy. Igen, ez most szerencsés volt, szerencsés volt. Azt kell tudni, hogy nyertünk mindenféleképpen, ha jól látom. Tehát, hogy a Drivatar csapat 900 pontot hozott össze. Mi meg 1001. Meg 1150-et, igen, amiből ugye 1050 nálam, 100 meg nálad. De, figyelj, nem, tök mindegy, az a 100 is kellett. Tehát az a 100 nem, is kellett. Nem, egyébként nem kellett. Nem kellett persze, hogy nem, de azért úgy, szeretek jó, úgy... Jó, hát ezt a BMW-t ezt én hanyagolom. Igen, most ez az Alfa, ez hibátlanul teljesített. Szóval ez most olyan szintű... baszó volt, nem igaz. Patrik, én javaslom neked, hogy szerintem vásárolj valami új autót. Igen, az lesz, mert most azért most már van pénzem. Igen, és tuningolt fel alaposan, tehát hogy tényleg küldjed neki. Javaslom neked egyébként az aukciós házat, és 90 ezer kreditet pörgettem. Az aukciós házban... Majdnem egy M635-ös BMW-t nyertem. Az úgy adta volna, az úgy adta volna. Az nem lett volna semmi. Jó, hát most figyelj, most van nekem kreditem. Aha. Úgyhogy akkor most én vásárolok, mit szólsz? Jó, mit szólsz ahhoz, hogyha ugyanazt az autót tuningoljuk fel, bátya? Oké. Okay. Csináljunk egy ilyet, várj, nekem van egy gyors utazás távlám, azt ki akarom ütni, aztán én vissza fogok gyors utazni oda, ahol nyugodtan menjél te is vissza egyébként, hogyha már akarsz most. Ahol kezdtük? Így van, ahol kezdtünk, oda megyek vissza, ugye nekünk vissza kell menni ahhoz a fesztivál helyszínre, ahol lehet tuningolni, és akkor ugye mindketten ugyanazt az autót próbáljuk felpimpelni. És megnézzük, hogy mi lesz belőle, ez ilyen... De nekem számít az, hogy külsőre és hogy néz ki az autó. Vágom. Hát nekem ez az Alfa, én nem vagyok alfás, megmondom őszintén. Én nagyon nekem... nem. Nagyon én nem. Sem, én sem, de ez az Alfa, ez a... Mi a picsa ez? Várjál, mindjárt mondom, mi ez az Alfa. 92-es Alfa Romeo 155 Q4, ez meglepő módon nekem tetszik. Aha. Meglepő aha. Módon, valójában nem kéne, tehát hogy azért nem, de így a játékban tök jól elvők le. Na, akkor visszagyorsítozok én is oda, és akkor mondj egy autót, amit szeretnél tuningolni, tesó. Hol ez... van itt az aukciós ház? Igen, és akkor ott ugye létező embereknek az aukcióit láthatod a különböző autókra, tehát általában sokkal jobb árakon szeretod megvenni, mint az autó, mint a Ford, a autósóban. Aha. Tehát mit tudom, hogy valami az autósóban 150 ezer, akkor az általában nem tudom, ilyen hát féláron megy egyébként a... Igen, látom, hogy van. Szóval érdemes. Hát az a baj, hogy pedig tetszik maga a BMW, de úristen ez a Ferrari. Az S2-esből, ja, de azok drágák nagyon. S1, tehát hogy van ez, Isti, mert te vagy régebb óta benne, az S1 az rosszabb, ugye? Kérlek szépen, az S1 az rosszabb, mint az S2. Igen, tehát úgy van, hogy várjál, hogy E, D, C, B, A, utána jön az S1, utána jön az S2, és a végén az X. Uh-huh. De egyébként, hogyha... M6 meg... Coupé, X6M. Az legyen? Hát csak itt nézem, S2-es, 907-es. Akkor az BMW, ugye? Ja, de már elvitték. Hát de figyelj, hogyha rákeresek külön az autóra, akkor megtalálod. Mi volt az M6 Coupé? X6M. X6M. Jézusom, báty. Ja, megvan, X6M, megvan. Confirm. És akkor... Tehát X6M legyen? X6M... Jaj, ezzel, tesó! Jó, legyen. Utána majd a következő videóban én mondok majd autót. Jó. Na hát ez tök olcsó, ez 13 ezeré meg lehet venni. Jó, nyilván egyébként különböző tuning settingsben vannak, tehát azt is figyelni kell, hogy nem aha. Mind izé. De én egyből szerintem veszek egy S2-eset. Fú, az a szín az... Igen, én is azt néztem egyébként. Ez a M-pakettes, X6-os, ez jó egyébként, mármint való életben. M-pakett, ja, az M-betű, értem. Igen, értem. Igen. S2, 919, 946, ugye mert számít a szám is utána egyébként. Aha. Csak úgy mondom, hogy ez úgy oké. Hát akkor megveszek egy S2-es, 919-es értékelésű X6-os BMW-t 30 ezer kreditért, pont. Tehát, hogy gyakorlatilag a tuningolás ára lett volna annyi amúgy, hogyha megveszem az autót körülbelül. 9. Ja, 72 ezer az izé a buy now. Jó, ha megveszem, akkor 72 ezer is mi nekem, tehát annyi pénzem van a játékban, hogy így beszarok tőle. 900-as, 926. 80 ezerért. Jó lesz az.
Szerintem is 72 ezeré vettem. Aha. De szerintem nekem egy picikét izé. Majd belenézek az a tuningba én is. Hogy mi van ott. Most beleült egyből? Én nem? 80 ezerért veszem. Jó, az tök jó, az teljesen jó. Aj, bazzek, kiléptem véletlen a garázsból. Jaj, my god! My gosh! Oké, és akkor hogy tudom én ezt itt change-elni? Majd autóba beülni? Nyertem. Hát, hogy fejleszteni. Hát ugye beleülsz az autóba először is. My cars, és akkor ott van a... Hol van az? BMW-t írja, és akkor... Itt van az X6, ugye ez az? Nekem 919-es, úgyhogy nekem kicsit langyibb. Claiming your car. Claiming it! You're claiming it right now! NEG! Jó ez az autó! Hidd el, hogy jó lesz! Vagyis reméljük. Fú, bazd meg, én nem tudom hova tenni még egyelőre. Megmondom őszintén. Jó, és akkor megvan az autó, akkor a garázs fülön az upgrades-ben tudod majd okosítani. Jaj, elbasztam. Jóval, jó lesz ez. Jaj, most szerintem én kiléptem. Nem ezt akartam. Hú, gyerekek, nekem még ezt meg kell szoknom. Ahogy nem tudod tovább tuningolni, mert be volt már tuningolva. Jó, de mondjuk egy kinézetet azért lehet rajta. Persze. Kinézetet? Hát lehet, hogy kinézetet sem amúgy. Majd mindjárt megnézem. De ezzel van. Akkor utána menjünk egyet? Mindenképpen menjünk egy versenyt. Uh-huh. Egyértelmű, bátya. My cars. My cars! My cars! My cars! In my Lamborghini! Lamborghini! Lamborghini. hogy kell... Ja, hogy tudom én ezt izélni? Garázs fülön? Garázs, passzik! Na, 947-es az autóm. De hogy tudom én ezt? Tehát upgrades, my cars... Upgrades-em? Úristen, rakod rá egy spoiler, te jó isten tesó. Upgrades, de mondom, elvég nem nagyon fogod tudni, nézzük, mit tud ez a kocsi tesó. Jézusom, felülünk kanyarodik! Azt a minden... nem rossz az... Nem rossz? Nem rossz, Ring taxi, az rá van írva. Jézusom. Jobb, mint a Lambo egyébként. Na persze. Ó, nice az, itt megyek ilyen köröket. Nem rossz, hát kanyarodik, az egy jól. Great skill chain, baby. Én azért mindjárt egy kicsit átszínezem. Jó. Kíváncsi leszek, milyen lesz. Jó fajta, húz, mint a büdös. Én mondtam, jó ez, jó ez. Jó, jó. Még, hogy ilyen nagynak tűnik, nem lomha. Jó lesz annyira. Ez, jó lesz ez. Beálltjuk, meg négy kerekes, amúgy négy kerekes. Nyilván persze, hát csak nem raktált három kerekesre. Egy ekkora lomha állatot áttenni zéra. Ja. Jó, addig én elindulok égen a következő... Volt egy XP tábla. Ja, az nem az, jó. Elindulok a következő versenyünkig, hogy akkor együtt tudjon intani, hogyha kijössz majd. Oké. Okay. Ja, úgyhogy gyerekek, X6 téma, nem tudom mi lesz egyébként a videó címe, tehát hogy most itt akkor X6 párbaj, vagy... Ja. Vagy mégis Lambóval kezdtünk, szóval fura lesz egy kicsit, de szerintem X6 párbaj, ja. És gyerekek, lehet, hogy elindulunk egy ilyen... pár videóból álló sorozatot szerintem, hogy akkor akár írhatok is autókat, amiket javasoltok nekünk, hogy mi legyen az, amit megvegyünk mindkettőt, és akkor fölpimpeljük, és akkor ti megmondjátok azt, hogy tényleg melyik legyen az autó, és akkor mi azt kiválasztjuk Patrikkal, hogyha szimpatikus, és akkor megcsináljuk azt külön. Ja, nyomjunk egy ilyet is ti. És igazából a legócskább autótól emeltünk a legjobb. Így van. És ez egy ilyen kimeríthetetlen cucc. Teljes mértékben, tehát nyugodtan engedjétek szabadjára a fantáziátokat, legyen nyugodtan elborult. Nekem van egy-két olyan kocsim, hogy ujjajjaj, tehát hogy a Barnfindon belül van három kerekű autó, most az föl van pimpelve ilyen S1-re. Tehát, hogy gyakorlatilag mész az autóval, és így kanyarodsz, és így borul. Tehát azzal nem tudsz mit csinálni, az borul. Akármit csinálsz. Nagyon jó az X6, hallod? Mindig X6-ot akarok mondani. Na, örülök azért, hogy akkor tetszik végső soron. Jó lesz ez, ja. Ezt a mágában nem lett volna egy ilyen autóval menni, de jó az. Teszek rá azért egy iszét, 295-ös gumikat, azt a kurva életbe. Nice. 335-ös megy hátra, hallod? Az milyen széles már. Elvég tudok pörgetni. Na, egy Ferrari tudok nyerni, gyerünk, baby. Azt meglátjuk. Ah, 7000 kredit, majdnem Chevrolet belőle. Nekem úgy autóra megduplázza azt, amit én pörgetek pénz amúgy, úgyhogy nekem azért van ennyi pénzem szerintem.
De neked, ja már ilyen megvetted ezt a cuccot? Nem, nem, hanem nekem Microsoftos kódot kaptam, és ebben ilyen VIP vagyok. Nem tudom, hogy fel. Előtted magad? Hát! Én már, amikor megszülettem, akkor adtam magam, tesó. Azt elhiszem. Azt elhiszette. Mi ez a mod teamhez car, jaj, hagyjál már. Permanent tank finish. Nincs annyi pénzem, bassza meg. Jó, mindegy akkor, vagy hát skill pontom. Na szóljál, hogyha meg vagy amúgy. Okay, még ismerkedek a dologgal, most fogom csak színezni, és akkor kész is. Jó, oh! Jó. Illetve srácok, még annyit mondanánk, hogy azért nem megyünk a Blizzard Mountain-en, mert Patricknak az még nincs meg, de lehet, hogy egyszer majd meg fogja venni, hogyha megteszi neki a játék. Nem tudjuk még egyelőre, hogy lesz, mint lesz. Mert hogyha nektek nagyon tetszik, és szeretitek egyébként olyan contentet, azt is értem, hogy mindenféleképpen, hogy legyen-e Blizzard Mountain, de igazából ez a Patrikon múlik elsősorban, hogy akkor lesz-e vagy nem. Szerintem hozható egyébként. Szerintem is egyébként, mert nagyon jó az a DLC, tényleg kicsikét az árérték arányban elmarad. Na most itt látok egy négernőt egy fehér pasival beszélgetni, egy ilyen kis kifőzde előtt dumálgatnak. Na. Teljesen jó. Na figyelj már, hát én itt így, mert leparkoltam itt oldalra, és akkor így én így nagyon is sasolom őket. Hát kicsikét creepy vagyok szerintem amúgy. Fú, jó lesz ez. Fú, nagyon durva lett ez az autó. Nagyon, nagyon, nagyon baszó. Lesznek bajok azért vele. Remélem jóra mentem. Úristen, ember, mi ez az autó? Ez beteg. Bízzuk a meglepetés varázsára, hogy ez neked hogy fog tetszeni, amit én ebből műveltem. Hát én már előrettek ettől, hallod? Jó, figyelj, én kész vagyok. Indítom akkor. Exhibition, és akkor Switchback Scramble lesz, ha jól látom. Igen. Helyesel a fiú, de nem tudja elmondani semmire. Figyeld majd a csodámat. Az na, X6M-es csodámat. Rettegek előre a csodától. Á! Összepisíled magad olyan. Persze. Na én aztán mindig. Always. All the way. Még mindig olyan izomlázom van, tesó. Le kell nyújtanom. Ma megyek gyúrni megint, tesó. Na, az jó. Hogy ez fogom túlélni, azt nem tudom, de megyek. Az biztos. A stabil pont. Mi ez az autó? X6M-pakette, Jézusom. Gyönyörű. Ez egy monstrum egyébként ez az autó. Na! Való életben is egy hatalmas nagy autó. Igen, de mégsem tűnik olyan hatalmas nagynak egyébként, mert nagyon le van csapva a hátulja. Szóval azt mondom, hogyha hátul ülsz, bazdag, ott azért vannak problémák. Tehát azért... micsoda verdák, hát... Gyerekek, BMW párbaj all the way. Szóval tényleg még egyszer mondjuk, leírásba várjuk a autó típusaitokat. Pontos autó... Milyen ás autód van, tesó? Hol? Miért nem S2-es, bazdag? Azt nézem, hogy ás autóval jössz, tesó, hát sok esélyed igen. Nem veszi. Igen. Tehát figyelj, ennyi volt. Akkor lehet, én rámentem olyanra, amire nem kellett volna. Ezért mondta, hogy a tuningra nem menj rá, mert akkor azt automatikusan törli a tuning beállítását. Ja jó, akkor minden. Azért nézem, hogy bazdag, én meg itt a... Jó, lehet, hogy most vissza fog dobni. Nem, jó, nem izé. Hát S2-ben ez nagyon durva ez az autó. De az jó, mert neked van megfelelő, tehát van egy csomó másik autó, jól álltam, aki szintén A kategóriával jönnek, szóval olyan, ilyen túrautó bajnokság van most egyébként, hogy ilyen különböző osztályok csapnak össze. De ez jó, ezeket élem egyébként. Mert hát amúgy tök mennyi S2-es lennél előrébb, úgyhogy úgy a köcsök vagyok. Itt akarsz, bátya, második helyen vagyok. Harmadik az. Bazd meg, a faszom, most vagyok másodikon. A rohadt! Igen, de annál fél nem fogsz tudni jönni szerintem, mert szerintem mi vagyunk csak itt S2-vel ketten, mert itt viaskodok egy jippel. Ja, jól elmentél amúgy. Hát jó, hát így nem nehéz amúgy, tehát. Nem, mert először én is rányomtam véletlenül erre a tuningra, és akkor írta, hogy nem olvastam el szokás szerint megint mit ír. Én sem. Igen, hogy ilyenkor írja, hogy automatikusan törli azt a beállítást, amit megvettél, hogy itt a tuningolni akarsz külön. És akkor én rányomtam, és akkor bazzeg, akkor buktam a pénzt. És akkor újra fölpimpeltem egy 20-asból S2-re, mert mondom, akkor már legyen gyors, ha már izé na mindegy. Na gyerekek, szóval ezek majd ki fogják forni magukat, azért ez mondom, ez jó lesz, ez majd csak ilyetünk meg, hogy milyen autókat akartok látni, és akkor mi abból fogunk mindig egy ilyen verseny menni. Tehát nem is párbaj ez egyébként, mert amúgy tehát együtt vagyunk, tehát hogy nem az. Végülis együtt vagyunk, de mégsem, tehát kicsit a formány feeling egyébként.
Jaj! Igen. Zober Petronas, vagy nem tudom milyen csapat. Bocs Isti, megint elcseszek én itt mindent hátul. Ja, nem baj, nem baj, de első leszek szerintem majd, de még van egy köröm. Milyen kicsit, milyen rövidek a körök egyébként, gokárt pálya szinte. Még ezt nem mondanám én. Hú, de nagyon jók lettek a fékek, nagyon jól jelentőd ez a BMW, te! Én mondtam! Én nagyon élem, olyan rövid féktávja van amúgy. Mi van, elhagytam egyet, jaj Istenem, ne! Jó, és akkor számol vissza akkor az utolsó hely, Patrik. Nem, visszaküldött. Most vagyok hetedik helyen így. Ja, jó, mert amikor mondtad, ja, jó, akkor ez jó. Azt a hetedikről fog visszadobni még jobban. De ha nem, akkor nem. Jó lesz az. Hát ez így nekem nagyon lomha ez az autó, ezt jobban kellett volna turingolnom. Igen, azért mondom, én ezt kipimpeltem, és akkor mondtam azt, hogy hú, ez azért eléggé. De egyszerűen, menni kell még egyet, Patrik, tehát még egy versenyt fogunk menni, akkor Patti is kell kicsit. Jaj, de közben a Jeep az nagyon jön föl! Várjál, most oda kell figyelnem, még a végén bizony megelőz, az csak második leszek, ezt akkor mi lesz, a jóisten. Végre lesz egy mindennek, viszont kézi. Ez az, gyerünk, kézifékkel berántom, így van, baby, első hely. That's what I'm talking about. Na most tudni kell, hogy amikor Patrikkal kipróbáltunk egy tesztkört, akkor olyan szar voltam, mint a picsa. Most valamiért igen. Megy. Nem tudom mitől, de valamiért most megy. Neked általában videón kívül nem megy. Hát azért ez túlzás, mert az NBA például videón kívül szokott menni, és az pont folyt van. De látod, pont most nézem, hogy a mezőny fele az pont S2, a másik fele meg ás volt. Tehát, hogy tök jó. A saját mezőnyedet megnyerted, Patrik. Tehát arra te büszke lehetsz abszolút. Tehát, hogy... Hetedik akkor... hely. Hát de az teljesen jó, azért mondom, hát 12-en mentünk. Ja, tényleg, pont az én mezőnyömet nyertem meg. A saját kategóriádat hoztad. Ez a lényeg, ez a lényeg, de ez tök jó. Úgyhogy visszadobott a játék egyszer. Igen. Na, 16.000 credit. Vissza is jött szinte az ára a tuningnak. Nekem 12.500. Na, ez tök jó, 12.000. Akkor mindjárt fel fogom tuningolni teljesen. Igen, pattintsd föl, és akkor úgy menjünk egyet, és akkor meglátod úgy milyen az autó, mert úgy azért de figyelj már, erre van külön valami, vagy csak mindenbe a maxot tegyem rá, vagy hogy? Én úgy szoktam csinálni, hogy külön rámegyek én is mindenre, tehát nem automatikus, hanem custom upgrades-re megyek, és megnézem az összesnek, hogy mennyire befolyásolja a teljesítményt. Ott van ilyen, hogy ott van, mindig van egy csík felül, tudod, hogy top speed, meg acceleration, meg handling. Aha. És azt látom, hogy valamelyik alkatrész az, én arra szoktam menni, hogy a top speed az lehetőleg legyen jó, meg az irányíthatóság nekem az nagyon fontos, a handling. Ez a kettő. És azt mondod, hogyha a handlinget valami drasztikusan csökkenti, és mondjuk a gyorsítást növeli, akkor én általában mindig a izé mellett döntök, hogy az irányíthatóság legyen jobb. Uh-huh. Szóval én így szoktam, tehát nem mindig a legjobbat érdemes rárakni, mert van, amikor azért tehát ilyen kompromisszumos a téma. Igen, értem. Oké, custom. Ja. Oké, akkor engine. A izét ne felejtsd el soha egyébként az abroncokat beállítani. Mert ott az abroncsokkal olyan szintű teljesítmény növelést lehet elérni, hogy hihetetlen. De figyelj már, itt nekem... Na. Itt nekem igazából... Fent van mindenből a max. De az nem lehet. Hát az ás az autó. Ja. S2-re lehet fölpattintani. Fast travel izé. Komolyan. Az abroncsoknál is föl van rakva a legjobb abroncs? Na, azt viszont nem tudom. Azokat is nézd végig, de ne csak a motor részt nézd, nem nézd meg a hajtásláncot, minden fékek. Azok mind befolyásolják ezt az értéket. Ja, értem, persze, ez a mindenem végig kell ott menni, persze. Azért mondom, hogy nem mindegy az. Azért nagyon irányítható ez az X5-ös. Ez jobban irányítható, mint az Alfám, komolyan mondom. Jaj, még le is lehet ültetni, még az is persze, számít. Persze, minden, és az sokszor látom, hogy ront is rajta amúgy. Érted, attól függ, hogy milyen autó, ugye. De annyira is vagyok nagy autómérnök egyébként, tehát... Mondjuk ennél szerintem nem ront, tehát... Nem. Hát hogyha azt látod, hogy zöld minden és javít minden, akkor persze, pakol csak bele szépen. Ilyen megerősített cucc nem kell bele, nem? Az csak plusz súly. Melyik az? A bukócső? Azt hiszem, igen. Igen, az csak plusz súly, de azt hiszem az irányítóságot javítja, minden igaz. Na, hát itt nem. Itt nem? Ó, bazzik, ez egy speed trap. Ezt megcsinálom, várja. Ez volt a personal best. Egy csillag lett. Jó, ugye rá gyorsulok, aztán jó lesz ez.
Azt a kurva! Szaltoztam a kocsival egy kicsit. Mit csináltál? Szaltoztam az autóval egyet. Na már S1-es elméletileg. Azaz, és mondom, az abroncsot ki ne felejtsd, mert az tényleg meglepődtő is mennyit számít egyébként. Az rengeteget dob hozzá az irányítósághoz meg. De mi a felni, vagy mi? Az abroncs, a gumi. A sportabroncsot hát kapolsz rá. Hogy rámész az abroncs részre, és az első az. És ott tudod rakni a sportabroncsot. Ja, persze. Basszus, Jézus. Azért mondom, az rengeteget javít. Az rengeteget pakolsz. Pedig mennyire nem gondolnád? Igen amúgy, tehát azért ez kicsit szerintem kicsit too much. S2-es már az autó. Azaz. Hú, skill point earned. Ja, az még kevés szerintem. Hú, az az X6-os te. Ez lehet, hogy az új kedvenc autóm. Bátya, látod mit okozok én itt neked? Jó, nagyon király vagy. Úgy lehet vele driftelni, beszarsz! De komolyan ilyen elegánsan driftelsz fel, tudod, így tudod a határait, meg jól tapad. Hát én még nem tudom, majd most, hogyha teljesen fel... Install. 12.000 kredit még ez is. Na mindegy, de most akkor nagyon faintos. Most már az? Úgyhogy igazából hívhatsz is, bátya. Jó, akkor keresek egy versenyt, hold on. S2-es. Eddig nem tudom, milyen tettem. Ja, mert már egyszer kerestem egy versenyt, csak onnan eljöttem valami oknál fogva. Mert haláruntam magam. Várj, ez mi? PR stunt, az nekem nem kell. Ó, egy street race megyünk, bátya! Jézusom! Picit máshogy gyorsul. Várjál, mert miért nem megy oda? Nem tudom beállítani. Ja, itt van a route, jó. Route. Ez szép angolság volt. Na. Picit máshogy, izé, irányítható is, picikét úgy. Picit jobb. Nem olyan lomha az. Na, enter event. Mi van? S2. Team zone, collision zone. Jó, velünk, gyerünk, baby. Elvileg, neked is tölt amúgy, vagy neked is izé? Ja. Na, jó van akkor. Zsíradék. Na, most mentem rá. Nice job, meg. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó, most ez kicsit más volt az autó. Picikét. Így van, ezt választjuk. És akkor még most elmondjuk gyerekek, hogy a következő részben még én fogok választani egy autót, mivel azt a részt is ma vesszük fel egyébként, ezért nem tudunk érdemben reagálni még arra, hogy ti mit írtatok kommentben, de utána lévő részekben már azt fogjuk nézni, hogy ti mit írtatok, és amire a legtöbb like jön esetleg kommentre, azt fogjuk választani, vagy ami a legsűrűbben előforduló komment. Így van. Az így lesz van. Kiválasztva leginkább, úgyhogy megnézzük majd. Tehát nyugodtan szivathattok is, lehet, hogy egy Teslát is fogtok mondani, meglátjuk, nekem az megvan mondjuk az autó. Az egy elég veszett jármű. Az konkrétan olyan, nem kell váltani, tehát az egy sebesség az egész, csak az... Mondjuk, itt nagyon nem izé van mennek, mint mi. Jaj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 , jó, hát na. Oké. Picit még valamit még rakhattál volna rám, de jobb lett. Igen, picit, én is azt néztem, hogy csak 907-es. Nem lesz az rossz, nem lesz az rossz. Contender vagy abszolút. Na, itt olyan szintű, kaszti előnyben vagyunk ezen a versenyen, azt nézem, hogy lepattannak rólunk lényegében, és azonnal szörnyhalált halnak. Gyerünk. Igen, amúgy. Na, úgyhogy csapatok szintén vannak, és elkurtam! Ugyanott mentünk ki, jó van. Gyorsan kézifék berántom, és már megyek is. Shaquille O'Neal vagyok ez az autóval, bazzeg. Minimum úgy érzem magam. Nagyon elcsesztem. Nem baj. Ötödik helyen vagyok, tesó. Megpróbálom felhozni, hogy ezért jobb legyek kicsit. És akkor nyerjük ezt. Jó, neked bátja. Én 11. Á, de jönnek el mellettem. Jobb az aerodinamikájuk ezeknek. Az biztos? Kicsit. Más a kettő. Picikét, igen, nem is értem, hogy miért pont ez. Hát street race. De képzeld, hogy szervezek egy ilyen versenyt. Szegény csávot, egy kicsit ellöktem a laza 2 tonnámmal. Ja, de basszus, nem mentem be az egyiket. Ja, képzeld, hogy szervezek egy ilyen versenyt, és ilyen X6-osra jelennek ott meg, bazd meg. Hát ez olyan, mint a Forma 1-ben egy X6-os lenne. Hát majdnem. Felső kanyarék minden lesz az X6-os. Onnantól kezdve hát már amelyik formegyes autó megmaradt, az... Jézusom, de mi ez a pálya, ember? Hát kemény, ez street race, baby. Meg hát megy le a nap. When the sun goes down. Hát én elcsöktem nagyon. Ó, ne aggódj, tesó, hogy mindjárt az első helyre török. De nem, én itt nem tudom... Ja, jó, itt a pálya.
most vissza a pályára. Nem vagy utolsó, nem vagy utolsó, az a lényeg. Nem, mert... Nem, mert még itt van valaki. És egy izét, bazd meg, egy... Mi a rák ez az autó? Jaj, minek hívják az? Bugattit vertem most itt le az X6-osommal, bazzeg. Mennyire nem élet. Mennyire nem életszerű. Hát, ja. Attól függ, hogy van felturingolva, gondolom. Mondjuk amennyire mi ehhez értünk. De ott sem ennyire sem. És ott a győzelem, baby. Hát fingom nincs az egész, hagyjál már. Na, ezt már most meg is nyertük egyébként. De látom az utolsó hely, meg a... Az anyádat! Ott egy Hennessy-vel viaskodsz. Hát most már nem. Hát most már megvert az is, nem? Vagy így is megnyertük. 50 ponttal nyertük meg. 50 ponttal nyerünk így. Ne haragudj már Isti, nekem ebből még fele kell jönnöm. Nem baj, figyelj, nyerjük, tehát figyelj, ebből te nyert, te jársz a legjobban ezzel. Igen, húzó felfele. De általában, hogyha Robival játszunk, akkor az fordítva van, én vagyok az utolsó, ő meg az első, tehát általában ez, szóval tudom én milyen az. De most meglep, hogy első vagyok, pedig egyébként nem állítottam át a Drive-Tart-Difficultit. Igen, az adott, csak hogy általában, tehát amikor kipróbáltuk a játékot, akkor is ugyanilyen nehézségek voltak a Drive-Tart-ok, és akkor meg nem ment valamiért. Hát mindegy, alakulni fog ez. Így van, így van. Gyerekek, hát reméljük, hogy élveztétek ezt a videót, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, és még egyszer mondjuk várjuk kommentbe az autó típusokat, hogy mik legyenek, nekem még közben egy pörgetés van. Nekem is. Na, akkor ezt még megnézzük. Mazda Speed MX-5 lett. 7000 kredit. Az MX-5 az jó autó egyébként. Az MX-5 az jó autó, az jó, Vin Dieselnek is olyanja volt a Halálos Iramban egyben. Hogyha tetszett nektek, akkor nyomassatok egy lájkot. Akár fel is iratkozhattok. Yeah. Pisztácia, szevasztok! Szevasztok, gyerekek!